Az állami könyvterjesztő vállalat már régen keresett lehetőséget arra, hogy a történelmi emlékekben gazdag Várnegyedben antikváriumot nyisson. Most sikerült, és az Országház utca 8-ban 1 millió forintos költséggel megnyílt a Budavár antikvárium. 600 ezer forint értékű antikvár könyvvel várják a vásárlókat, természetesen nem csak a budaiakat, hanem a várban megforduló külföldieket is. Ez utóbbiak rohamát már is érzik. A nyitás után már csaknem valamennyi német nyelvű könyvük gazdára talált. De vannak még bőven magyar és idegen nyelvű könyvek, régiségek, művészeti albumok, történelmi és művelődés történeti kiadványok, metszetek és térképek. A készlet gyarapodása persze a vásárlásoktól is függ. Nagyobb mennyiségű könyvért az antikváriusok házhoz mennek, akár még vidékre is. Karpov világosan legyőzte Kasparovot a sakkvilágbajnoki párosmérkőzés második játszmájában, így másfél arányban vezet. Az öttusa Európa-bajnokságon Demeter és a magyar csapat egyaránt a második helyen áll a befejező lovaglás előtt. A nap legérdekesebb sporteseménye EB-selejtező labdarúgó mérkőzésen Magyarország-Görögország 3-0. Az összefoglaló riportere Knézi Jenő. Száros teszi be, nagyon jó középre, Kipris, az első helyzet, Détári még, gól! Détári a kivágódó labdát, biztos lábbal lövi a hálóba. Bognár, Sallai. Kipris. Bognár gyönyörűen veszi át, megpöccinti, gól, 2-0. Mészáros, 3! Három! Az első negyed óra végén Mészáros úgy sétál bent, mintha semmi dolga nem lenne. Aztán jön a labdáért, csúsztatott fejes, Papadopoulos mellett, káprázatos negyed óra a Népstadionban. Most körülbelül ilyen a felhőzet és a ködfoltok eloszlása. Reggelre nyugaton 4, keleten 9 fok körül várható a hőmérséklet. Délelőtt nyugaton átmeneti felhősödés, keleten viszont további lassú felhőzetcsökkenés valószínű. Kora délutánra körülbelül ez a felhőzet és a hőmérséklet eloszlás. Miközben keleten tovább csökken, nyugaton délután újra növekedni kezd a felhőzet. Kedves nézőink, aki most 2 egérnél több egeret lát, az vessen magára. Tudnélik, úgy tartják, ha már ketten mondják, hogy itt áll, akkor feküdj le és aludd ki magad. Ám mielőtt az illetékesek elszenderednének. A film Spanyolországból érkezett, Hereza városkából. Azt a hírt kaptuk egy borospincéből a 2 egér munkás szállásáról, hogy az egyik föltehetően az óvatosabb mozgású naponta egy pohár sherryre van hitelesítve. Állati adag. A tejben dolgozó macskának ilyen ivászat látán a szeme is fönnakad. Nem úgy legalábbis látszatra a másik egér, ez még nem részeg ér. Még nem. De hát kérem, ilyenek a szesz testvérek. A végén csak összejönnek, mi meg elmegyünk. Nehogy egerekkel álmodjanak. Minden jót, viszontlátásra. Ezzel a mai adás véget ért, kedves nézőink, szép álmokat, jó éjszakát mindenkinek!